Sziasztok! Na, ma esti videóban egy olyan órát hoztam, amire azt gondoltam, hogy úgy fogom indítani a videót, hogyha egy igazán szép vagy különleges órát szeretnétek most vásárolni, akkor mindenképpen én ezt ajánlom. Annyi szűrőt hozzátennék még ez a mondathoz, hogyha kék órák világában gondolkodtok. Ez a Seiko Boutique Budapestnek a YouTube csatornája, én Lichtenberger Attila vagyok, és a ma esti partnerem egy Seiko Prospex Sumo Padi kiadás. A ma esti videóra, amikor készültem és elindultam a vitrin felé, akkor ez az óra szinte kiugrott a vitrinből és kikívánkozott, hogy őt vigyem magammal a ma esti felvételhez. De igazából nem csak amikor az órára ránéztem, ugrott be nekem, hogy erről kellene beszélni, hanem az a fotó is elém jött, amit még a gyártól kaptunk, és a weboldalunkon is, illetve az összes partnerünknek az oldalán is megtaláltok, ahol a sötétben készült fotó az, ami igazán beszédes róla, hiszen a Lumibright elemei nem a megszokott zölden világítanak, hanem az óra színvilágához, a padi elmúlt két évbeli színvilágához igazodik, és kéken világítanak mind a mutatók, mind pedig az indexek. Ezt azonban még nem akarom lelőni a élő felvételben, ezt majd a szokásos módon a videónak a végén fogom megmutatni kézen, de azért a fotón már láthatjátok, hogy miről is beszélek. Szóval térjünk vissza az eredeti kiindulási ponthoz, ahol is tulajdonképpen ez egy sumo óra, amiről már nagy videót is készítettünk Andrással, így nem fogom az összes részletét végigvenni, de azért a legfontosabb jellemzőit mindenképpen. Az egyik az, hogy a sumónak a küzdő tere az egy 4,5 méter átmérőjű terület, és emiatt lett ennek az órának 45 mm az átmérője. A sumo modellekre jellemző a 12 óránál található dupla index is, ami a szumózóknak a ruházatát próbálja imitálni, vagy ennek a jellegzetességét próbálja megmutatni. A 45 mm-es tokátmérő egy viszonylag nagy darab órának számít, vagy egy széles órának, mint ahogy általában a szumózókra is ez jellemző, de különösen akkor, hogyha ez egy kisebb méretű csuklóra, egy japán embernek a kezére kerülne föl, ezért is lett ennek a sorozatnak ez a jellegzetes neve. Így ismeri mindenki, azonban azt kevesen tudják, hogy ez a kiadás egy padi modell, ami azt jelenti, hogy a Nemzetközi Búvár Oktató Szövetséggel karöltve került kiadásra, és ezt az együttműködést az óra tiketjén levő logó is bizonyítja. Az elmúlt két évre, hogyha visszatekintünk, akkor a korábbi padikhoz képest van egy közös szint tervezése a Seiko padi kiadásoknak, ez pedig a sötét kék, ez egy kicsit ilyen ciános kék színnek a keveréke. Ezt már több másik modellen is láthattátok, úgyhogy ha rámentek a weboldalunkra, vagy akár a Seiko Club applikációba, és azon belül a Prospex órákra, és ott pedig a Save the Ocean modellekre kerestek, vagy egyszerűen beírjátok a keresőbe, hogy padi, akkor láthatjátok, hogy ez a közös szín az, ami áthajlik az egyik modellről a másikra, és jellegzetessé teszi a 2022-23-as padi kiadásokat. Ez a színvilág azonban itt ennél a modellnél tovább bővül azzal, hogy ez a modell az úgynevezett Great Blue sorozathoz tartozik, és ez azt jelenti, hogy az óceánok aljáról, hogyha fölnézünk, akkor ugye alul látható a legsötétebb vízfelület, és ahogy fölfele nézünk, ahogy a fény bejut a vízfelszínen keresztül, ott egyre világosodik. Egy picit, hogyha közelebbről is meg tudom mutatni nektek az órát, akkor látszódnak még a hullámoknak a vonalvezetése is a számlapnak a felső részén különösen, és akkor, ahogy az előbb már említettem, ugye itt a lünettán pedig a 20 percig láthatóak ezek a világosabb kék, vagy kicsit ciános kék színek, ami a számlap fölötti mutatóknál kizárólag a perc mutatón látható. Ha már szóba került a lünetta, akkor mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ennél a modellnél egy kerámia lünetta került beépítésre. Ráadásul, hogyha itt szemből mutatom, akkor jól lehet látni, hogy ez nem egy viszintes lünetta, a felső síkja, hanem egy kicsit oldalra vágott, ami nekem egy picit dinamikusabbá teszi a többi modellhez képest. Miután ez egy búváróra, és a jelen esetben ennek egy 20 báros divers vízállósága van, ezért természetesen a lunetta egy irányba forgatható, és talán egy kicsit erősebb racsnikkal készült, egy kicsit merevebbek abból a szempontból,
hogy nem annyira finoman ugrik át az egyik helyről a másikra, az egyik pozícióból a másikba, de ezt annak tudhatjuk be, hogy a búváruán vagy kesztyűn keresztül, hogyha valaki állítja, akkor is jól érezhető legyen, hogy hova szeretné pozícionálni a lünettát. Ha már szóba került a diversége az órának, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy a divers óráknak mindig menetes koronazárja van, így ennél a modellnél is, hogyha valaki beszeretné zárni, hogy vízálló legyen, akkor egy picit oldalról meg kell nyomni a koronát, és amikor elkapja a menetet, akkor érdemes elkezdeni forgatni, és ezt követően fog rázáródni a óra tokjára a korona. Hogyha ez rázáródott, akkor viszont nem érdemes tovább erőltetni, még jobban meghúzni, hiszen ezzel leginkább a tömítést nyomjátok össze, ami ezáltal rugalmasságát veszíti, és akkor így rövidebb idő alatt fog elfáradni a gumitömítés, és azt követően a vízállósága megkérdőjeleződhet az órának hamarabb is, mint ahogy egyébként a gumi önmagától elfáradna. Ha már ez így szóba került, akkor mindenképpen fölhívom a figyelmeteket arra, hogy minden gumitömítést legalább 2-3 évente érdemes ellenőriztetni, hiszen akkor is, hogyha vitrínben áll, a gumi öregszik, elveszti a rugalmasságát és ezáltal a tömítő képességét. Az, hogy most 2 vagy 3 évente, ez pedig egyénfüggő, az, aki sokat búvárkodik, sok kemikália vagy sok tengeri só érintkezik az órát tömítésével, ott érdemesebb egy kicsit gyakrabban megtenni, aki ez inkább utcai használatra hordja, ott nyugodtan a 3 év is elegendő lesz a tömítéseknek az ellenőriztetéséhez, ami nem jelenti azt, hogy feltétlenül minden esetben rögtön cserélni kellene. Mielőtt a további fizikai paramétereihez fordulnék az órának, még annyit itt mindenképpen megjegyeznék, hogy a karámia lünette alatt zafirüveg található, és ennek a zafirüvegnek a belső oldalán egy tükröződés csökkentő bevonat van. Ha egy kicsit nagyképűek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy tükröződésmentes bevonat, de hát ilyen azért nem létezik, de nagyon jelentős mértékben, több mint 90%-kal csökkenteni tudja a visszaverődő fényeket, és ezáltal mindig sokkal könnyebben olvasható, mint egy olyan órának a számlapja, ami ilyen bevonattal nem rendelkezik az üvegén. Akkor viszont most folytassuk a fizikai paraméterekkel, és ehhez elosztom egy digitális tolómérőt, így lehet a legjobban vagy leggyorsabban látni azt, hogy milyen méreteket tudunk mérni az órán. Ugye, ahogy említettem, 45 mm-es az órának a tokát mérője, itt majdnem, hogy 10 mm-rel sikerült ki is mérnem. Az óratoknak a vastagsága az viszont 13,4 mm hivatalosan. Hát itt azt gondolom, egy picit, hogyha kinyitnám a csatot, leszerelném, akkor tudnám igazán síkba állítani az óra tokjához képest, és akkor mutatnék precíz adatokat. De ami a leginkább izgalmas szerintem ennél az óránál, az pedig a tokfű távolság, ami jelen esetben az 52 mm, és ez az, ami szerintem leginkább a sumo órának a jellegzetessége, vagy jellemzője, mert ez bizony már egy nagyobb érték, és ez az, ami igazán méret ad az órának. A hátlapja az, mint mindegyik 20 báros, majdnem mindegyik 20 báros Seiko óránál acél hátlapja van, nem látható a benne ketyegő 6R35-ös szerkezet, ugye ez az a szerkezetünk, aminek 70 órás a járás tartaléka. A zár a búvár órákra jellemzően először van egy biztonsági fül, amit föl kell hajtani, és ezt követően tudom a két oldalon megnyomva a gombokat kinyitni a háromrészes biztonsági zárat, és ezt követően pedig kerüljön föl az óra a csuklomra, és megmutatom nektek, hogy ez a sumo óra hogy áll nekem. Aki először nézné a videót, vagy kevesebb szer látott a csuklomon órákat, annak mondom, hogy egy 19 cm kerületű az én csuklom, így tudjátok elképzelni, hogy a tieteken ez milyen lehet. És akkor egy picit, hogyha közelebb hozom a kamerához, akkor láthatjátok, hogy ez a 45 mm átmérőjű óra mit mutat az én kezemen, és próbálom egy kicsit úgy forgatni, hogy azt is lássátok, hogy annak ellenére, hogy egy viszonylag nagyobb óra van a csuklómon, annak köszönhetően, hogy a óra tokja oldalról szépen be van vágva, mégsem tűnik annyira nagynak, illetve oldalnézetben nem adja azt a vastagságot, amit egy 13 mm-es órától elvárnánk. Ennek köszönhetően egyébként ez az óra akár még egy zakó alá is szépen be tud csúszni,
pont azon a határon van, ami a sportosság és az eleganciának a határa, így talán ez egy hétköznapokban egy elegáns öltözéknek is lehet egy szép kiegészítője. A videó végén pedig következzen a villanylekapcsolós rész, ami ennek az órának szerintem az egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, és megmutatom nektek, hogy hogyan világítanak, hogyan foszforeszkálnak a kék indexek és a mutatók. A villany visszakapcsolását követően két dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, az egyik az órának az ára, ami 475 000 forint, a másik pedig az, hogy ezen a Sudom modellen kívül további széles választékot találtok, akár a weboldalunkon, akár pedig az applikáción keresztül, és nem kell más tennetek, mint hogy az applikációban például kiválasztjátok az óra menüt, azon belül a Seiko és Prospex kollekciót, és itt ebben a menüben megtalálhatjátok az utcai nevek szerinti besorolásokat, ami jelen esetben lehet akár egy Sumo, vagy pedig lehet a Save the Ocean kollekciónak a darabja. Erre rákattintotok, akkor ott meglátjátok az összes hasonló órát, ami hasonló paraméterekkel rendelkezik, mint ez. A másik egyszerű módja pedig, hogyha a keresőbe beírjátok a Sumo szót, akkor ezt követően a találati listában az összes olyan óra megjelenik, plusz azok a hírek is, videók is, amikben Sumo órák szerepeltek. Köszönöm szépen, hogy ma este is velem voltatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, mert még mindig a nézőinknek a fele nem követi a csatornát szorosan, ha pedig a kis harangot is megnyomjátok, akkor értesítést fogtok kapni az applikáción kívül a YouTube-tól is, hogy mikor lesz a következő videónk. A következő videónk pedig a szokások szerint péntek este 7 órakor lesz, ekkor várlak titeket a Már Andrással közösen egy következő kibeszélős videóban. Köszi szépen, hogy ma is velem voltatok, találkozunk pénteken, sziasztok!